Harangozó Tamással kezdjük. Jó estét kívánok önöknek és önnek is, képviselő úr. A mai egyenes beszédet. A kormány elutasította korábban az illegális migrációt, meg a nemzeti konzultációt is tartott ezügyben, de ez mind kevés. Újabb lépéseket kell tenni, ezt Pintér Sándortól tudjuk. Én nekem meg az jutott eszembe, hogy hát voltak éppen az egész történet a választási kampány küszöbén, 2,5 hónappal a választás előtt, megint semmi másról nem szól, mint hogy erről beszélgessünk. És lehet, hogy az egészből semmi nem lesz, ebből sose lesz törvény, vagy ha lesz, sose fogják végrehajtani, nem is tudom, hogy lehet egyébként végrehajtani. Ez nagyon-nagyon közel áll az én véleményemhez is, és azt gondolom, hogy nem is fogjuk ezt a kegyet gyakorolni a Fidesz iránt, hogy csak erről beszéljünk, mert hogy szerintem az a helyzet, hogy bajban vannak a fiúk. Szerintem hosszú idő után először bajban vannak. Érezhető, tapintható. Nem a politikusok vagy a média munkások között csak, hanem a közemberek között is. De mitől vannak, két oka mitől vannak jobban bajban, mint ahogy eddig feltételezte az ellenzék? Mert két alapvető tabu dőlt le. Két toposz omlott össze az elmúlt hetekben, elmúlt napokban, amik szíven találta ezt a történetet. Mert ugye miről szólt egyébként az elmúlt 3 évünk? Hogy 10 milliárd forintos nagyságrendű közpénzt öntöttek ki az ablakon csak azért, és ezt ma már ugye Mráz Ágoston Sámuel fő fideszes mogul, aki ilyen tudományos, megmondó ember, hogy mit kell csinálni, és elemző. Elmondja Kerek Perec, hogy hát igen, a Fidesz bázis egyben tartása volt a legfontosabb ebbe az egész migráncsozásban. És szerintem ez is megborult az elmúlt napokban és hetekben, mondom, mivel két olyan téma van, ami érezhetően megütötte a fideszeseket is, és az ország boldogtalanabb, de mégiscsak ilyen 8 milliós többségét is. Ez az egyik az, hogy kiderült, hogy miközben véghazadozták az elmúlt 3 évet migrációügyben, titokban több mint 1300 embert a magyar kormány befogadott, és ugye a mi álláspontunk szerint ugye nem kell magyaráznom, hogy ezt mi úgy ítéljük meg, az, hogy ezt titokban csinálják, a saját választóikat és a saját támogatóikat is becsapva, na ennek a levét viszont most kezdik meginni. A másik pedig az az Elios ügy, ahol a miniszterelnök veje, Tiborcz István cég, amit annak idején számtalanszor elmondtunk, hogy utána is jártunk, cirkusz volt, egy-két településen még a lámpát is sikerült cserélni, mert baleset veszélyes volt, megkeseltette az emberek életét, úgy lapátolták, az az uniós, igen, a ledes közvilágítás csere volt. Mondom, a konkrét például Szexhádon is a képviselőink szóvá tették, mérnök embert oda vitték, műszaki embert megmérték, ott sem stimmel, csak az a különbség, hogy a szexhádi városvezetés szerint ezt nyílt közgyűlésen elmondta a polgármester, jó az úgy. Még mondjuk legalább annyi történt. De az nem stimmelt, hogy nincs baján... fényerő? Tehát attól baleset veszélyes, mert sötét van. Hát hogyne. Mert más, nem akarok szakmázni belemenni, más a világítás képe, más a magassága. Kisporoltak. Általában az történt, hogy nem azt a minőséget rakták bele eleve, amit előírtak, meg ami az előírásban van. Gondolom az extra profitra nagy. Hát nézze, azért legyünk egy picit empatikusak. Tiborcz úrnak saját lábára kellett állni. Ugye ezt tudjuk a magyar miniszterelnöktől. Az a baj, hogy a saját lábára az ember úgy állt, hogy közben a mi 8 milliónk lábán, és nem is a lábán, hanem a fején taposott. És ez így nem maradhat. Ugye az újdonság csak az, hogy az Európai Unió csalás elleni hivatala, milliárdot kérjenek így van, csalás elleni hivatala 2 év vizsgálódás után ezt a 11-től 15-ig tartó időszakot feldolgozván azt kéri a legfőbb ügyésztől Magyarországon, hogy indítsa meg a büntető eljárást. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy fizessen vissza, vagy valóban Magyarország 12 milliárd forintot, azaz 40 millió eurót nagyjából, vagy nagyjából ennyi forint most, amire mi azt mondtuk, és tegnap erőt adottam az Elios székház előtt sajtótájékoztatót, hogy most elnézést, tehát kétszer már lehúzták a magyar embereket, egyrészt azzal, hogy az EU-s pályázati rendszert gyakorlatilag ki, a politikai kapcsolatokat kihasználva letarolták. Másrészt, hogy olyan pocsék minőségben csinálták. De érdemes megkérdezni a városlakóit, ahol ezt megcsinálták, hogy nekik csak káruk van belőle ilyen szempontból. És a harmadik lenne most az, hogy na még egyszer a magyar polgárok legyenek kedvesek az adóforintjaiból ezt vissza is fizetni az uniónak. Mi azt mondtuk, hogy készítsék a bankszámlájukat, készítsék a vagyontárgyaikat, mert ezt most már nem játszhatjuk el. És úgy kerülünk a stop soroshoz, a ma Pintér Sándor által bejelentett törvénycsomaghoz, hogy hát ez, mert igen, hogy az ön véleménye szerint megvan ütve a Fidesz, ezzel akarják lefedni az egész történetet? Hát hogyne? Hát ez még pánikreakciónak is sovány. Ha most megnézzük azt a 3 pontot, amit bejelentettek, egy-két dolgot hadd kapkodjak bele, nyilván a következő napok mindenki sok mindent fog elemezni, nem akarok ebbe az utcába belemenni, csak az abszurditását szeretném egy-két dolognak kiemelni. Az első pont ez az önbevalláson alapul. Értem, és
Tehát, ha nem vallom be magamról, önbevallásos alapon, ha én nem vallom be magamról, hogy migránspárti vagyok, akkor mi lesz, jön a gondolatrendőrség? Jön az ügyészség, nem, jön az ügyészség. A 3x3-as alosztály, vagy melyik? Tehát ki fogja megmondani, hogy én mire gondolok? Az ügyészség. Értem, de és ott ki? Tehát ki lesz az, aki azt mondja, hogy én mire gondolok, mit támogatok? Nem arról van szó, hogy mit csinálok. De nem azt kell önbevallani, hogy támogatja a migrációt, hanem azt kell önbevallani, hogy több pénzt kap külföldről, mint amit itt. Ez az újdonság. Nem. Ezt ugye ez a civil törvényben eddig is arról volt szó, hogy meg kellett jelölni és be kellett vallani, aki külföldről kap pénzt. Mindjárt mondom, ez lesz a második pont, ami szerintem annyira nevetségesé teszi az egészet, hogy ennyit érdemes elmondani. De nem itt most az az újdonság, hogy be kell majd vallani, hogy én migránspárti vagyok. Na de eddig kiszámított migránspártinak, hogy ezt a kifejezést vegyem át én is. Akit nyilvánvalóan leginkább. Tulajdonképpen igen, de alapvetően az, aki külföldről pénzt fogadott el. Hát többek között, de viszonylag, másokkal is lehetett a dolognak, de ezt jogszabályokkal nem lehet körülírni. És mondom, az lesz a kérdésem, hogy akkor az ügyész úr majd mi alapján fogja ezt. Kettő. Ugye van ez a szabály, amit ön is mondott, hogy aki több pénzt kap külföldről, mint civil szervezet, mint Magyarországról, annak a 25%-át illetékben be kell majd fizetni. Na most az EMMI honlapjáról megnéztem idefele jövet, hogy kik azok, akik eddig fölkerültek erre a listára, hogy külföldi pénzt, támogatást kapnak, és ezért nyilván ezen szabályozás alá is esnének. Szóval az elmebaj ott kezdődik, mondok néhányat, jó? Magyar Vörös Kereszt, Ökumenikus Szeretett Szolgálat, Baptista Szeretett Szolgálat, SOS Gyermekfalu. Tehát én nem akarom... Biztos lesz egy olyan, hogy kivéve. Hát, de ugye ez egy mozgó lista, tehát, hogy most a kivéve az hogy lesz, vagy hogy nem, azt akarom, hát, azért mondom, hogy ez de egy de még egy vicc. Kérdésem ezzel kapcsolatban, hadd legyen, hogy én befizetem bocsánat, a megkapott pénz 20%-át, akkor onnantól lehetek illegális migráns támogató? Hát erre mondom, nem látunk szöveget, de ugye a logikai hézakok száma az, azt gondolom, hogy akárhányszor csak elolvassuk ezt a nyilatkozatot, annál többször tehát meg tudom venni a jogot, hogy a törvényel szemben menjek? Ha lejattolunk a Fidesznek, akkor utána már azt is csinálhatjuk, amit nem szabadna elvileg. Egyébként nem lenne újdonság. De hogy ebből hogy lesz törvényjavaslat, azt idegen rendészeti távoltartás. Jogász ember, mondja már meg nekem, ez micsoda? Fogalmam sincs, erre az egyre mondom azt én is önnek. És a viccet félre teszem itt, ennél a pontnál mondom azt, hogy ezt nem biztos, hogy el lehet tréfálni. Hogy ez majd mi lesz a jogszabályban, akkor derül ki. De hogy magyar állampolgárok alapvető jogait korlátozzák, alkotmányos jogait, hogy bárhol Magyarország területén A-ból B-be elmenjem, azért ahhoz bátorság kell, tehát azért az egészen csúnya. Hogy írjuk ma le a schengeni határt? Mert ugye Pintér Sándor arról beszélt, hogy a schengeni határt nem lehet megközelíteni. Schengen külsőt, azt tudjuk, ugye ez például a szerb határ, szerb, román, meg az ukrán határ. Hát igen, Schengennek külsője a külső román is, ugye unión belül. Tehát Ausztria felől külső. Lehet jönni, menni, ott nincs ez a 8 kilométer. Szlovákia, Szlovénia, tehát ott lehet jönni, menni ilyen szempontból. Tehát Soros György bejöhet Magyarországra Pozsony irányából, Bécs felől vagy Ljubljanából. De nem jöhet Bukarestből. Na de az egész mai bejelentésnek szerintem a csimboroszója az volt, hogy egy szemfüles újságíró megkérdezte a belügyminisztert, hogy ne is akkor Soros Györgyöt ezzel távol tudják-e tartani, mire a belügyminiszter. Szerintem az egész mai bejelentését összeomlasztva következő mondatokat mondta, Soros György nem végez illegális migrációt támogató tevékenységet. Na most hát ilyen önök komolyan... is ezt mondják mindig. De ezt ma a belügyminiszterünk mondta már, hogy az ország belügyminisztere, a Fidesz minisztere ez mondta. Ez egy csodálatos ezt. Pillanat, egyet arra tudnak érteni. Egy törvényt, arra hoznak egy törvényt, amire maga aznap még bejelenti, hogy nincs ilyen. A következő 3 hónap Rónai úr nem szólhat a Soros stopról, ez a Fidesz stopról kell, hogy szóljon. Ez nyilván a mi dolgunk is, és én azt gondolom, hogy én csak a nézőknek szeretném azt mondani, higgyék el, ennek a kapkodásnak, ennek az őrületnek, amit ma itt látunk, az egyik legfontosabb oka az, hogy meg van ütve a csipet csapat. Én nem azt mondom, hogy nagyon, de én azt látom és azt érzem, hogy ez tud lenni nem, egy trendforduló. Az azért. Úgy érzi, hogy csipetedik? Tehát zsugorodik a Fideszes. Ha azt kérdezi, hogy hány ember dönt ma Magyarországon mindenkinek az életéről és sorsáról, akkor ez egy csipet csapat. Hogy ez egy katonailag szervezett politikai maffia egyébként mindemellett, akkor azt mondom, hogy nagy számú, nagy létszámú, akkor arra is azt mondom, hogy ilyen szempontból igaza van, igen. El kell dönteni az embereknek természetesen április 8-án, hogy ebbe az irányba megyünk-e tovább, vagy nem. És ez a két példa világossá teszi nekik, hogy azoknak is el kell gondolkozni, akiknek eddig tudtak hazudni, hogy még nekik is, még őket is becsapták. Azon meg pláne,
hogy azért a miniszterelnök személyesen belekeveredik a családján keresztül egy ilyen ügybe. Most ráadásul úgy, hogy miután egy kormánytól független intézmény, az Olaf, tette le az asztalra ezt a jelentést, ezt nem nagyon fogják tudni megúszni. Egy mondatot engedje meg, mi azon vagyunk most, mindenki nagyon-nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával, mi a háttérben azon dolgozunk, hogy megszerezzük a jelentést törvényes úton. Ezt úgy igyekszünk megszerezni, hogy érintett önkormányzatnak, mint láttuk az előző jelentésnél, a fővárosi önkormányzatnak meg kell küldeni, és most azon vagyunk, hogy 13 önkormányzatban az országba kezdeményezzük a jelentést az Olaftól, hogy küldje meg, és amint ha jól emlékszem, a főügyészség szóvivője még a 4-es metró ügy kapcsán jelentette ki itt, ebben a stúdióban, hogy ők készen állnak arra, hogy bármely Olaf jelentést, ami az ügyészséghez eljutott, nyilvánosságra hozzanak. Hát akkor hát egész hosszú erre. Bemelegítésnek tűnik Róna Jóra, ez a készen ez állunk, mert évek óta készen egy állunk. Utolsó kérdés, két éve várja mindenki, hogy hozzák nyilvánosságra. A Blik az MSZP képviselőjelölt listáját hozta nyilvánosságra a mai napon megszerezve azt, és mondván, hogy ez a hiteles. Abból azt olvasom, hogy Szekszárdon indul, ami végül is nem meglepő. Talán nem, igen, mert hogy annak kötődő minden. Fel sem merül, hogy Hatházi Ákos javára, aki az LMP szekszárdi képviselőjelöltje és szintén szekszárdi származású, visszalépjen? Ők ezt szeretnék az LMP. Hát az LMP-től még ezt nem hallottam. Mindenki mástól már hallottam, legyünk pontosak. Más pártól már hallottam ezt az ötletet, magát az LMP-től nem. Nézze, nem fogok nagy titkot elárulni. Én személyesen nagyon jó viszonyban vagyok Hatházi Ákossal. Mind a ketten nem keveset küzdöttünk és küzdünk az ellen a rendszerrel, ami itt ma van. Talán azon kevesek közé tartozunk, akik... Vagy. Értem, azért mondom, csak talán azok kevesek közé tartozunk, akik ezt... hát erősebb eszközökkel is megmerik csinálni, mint talán sok más képviselőtársunk. Mi kettőnk személyén nem fog múlni, a pártjainknak kell megállapodásra jutni. Hajlandó lenne személyesen visszalépni? Hogyne. És azt gondolom, hogy ő is. Itt nem ez a kérdés. Az valóban egy kérdés, hogy nagyon jó lenne, hogyha végén. A legutóbbi választáson ketten együtt több szavatot kaptunk, mint a Fideszes. Na, Zakson. Erre szokták mondani, hogy gratulálunk. Akkor sem a rajtunk múlt, akkor is a pártjaink, vagy legalábbis hát az LMP mindenféleképpen, most nem akarok mutogatni, de hogy az LMP volt az, amik nem volt hajlandó még koordinációs együttműködésre bele sem menni. Én azt gondolom, hogy ez most máshogy lesz. Én mindenféleképpen örülnék neki, bármelyik megoldás lesz. Higgyel, magának kell az embernek is olyan döntéseket meghoznia, ami példát mutat a többi embernek, hogy érdemes elmenni szavazni. Szerintem mind a kettőnk erre teljesen nyitott. A soros tervről meg annyit, hogy Orbán Viktort várjuk a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. A magyar miniszterelnök vonuljon be és mondja el akkor, hogy miről szól a soros terv, hol van az 1300 menekült, illetve hát össze lett hívva az országgyűlés is. Minden lehetősége megvan rá, hogy a magyar emberek előtt tisztázza azt a két ügyet, ami azt gondolom, hogy sok embert foglalkoztat. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.